keresztényeknek immár 2000 éve a vasárnap, a hétnek az a kitüntetett napja, amikor imádságban összegyűlnek, hiszen Krisztus e napon támad fel a halálból, így minden vasárnap a Szent Misével az ő feltámadását ünneplik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájtokkal. Kedves testvérek, a Szentmise áldozatot elmúlt szülőkért, nagyszülőkért és keresztszülőkért ajánljuk föl Nagybőjt 5. vasárnapján. Nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőit is, hiszen, mint ahogy már most az elmúlt hetekben megszoktuk, és nagyon örülünk neki, a Halom Televízió rögzíti a Szentmisét, és több alkalommal is sugározza, aminek nagyon-nagyon nem csak mi örülünk, hanem mások is. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta és szabad lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökké.
Olvasmány Ezékiel próféta könyvéből. Így szólt az Úr Ezékiel prófétához. Jövendőj, és így beszélj népemhez. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme kinyitom síraitokat, és kihozlak titeket síraitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom síraitokat, és kihozlak benneteket síraitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és éretek eltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondom ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Jézus életem erőm békém, Jézus társam örömöm. Benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem erőm békém, Jézus társam örömöm. Benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Jézus életem erőm békém, Jézus társam örömöm. Benned bízom, te vagy az Úr, már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Már nincs mit félnem, mert bennem élsz. Szentecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jó lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Ez az Isten igéje. Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálé, a kereszt halálé. Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálé, a kereszt halálé. Azért fölmagasztalta őt az Isten, és nevet adott néki, mely fölötte van minden névvel. Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálé, a kereszt halálé. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőjön.
Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt. Aztán így szólt a tanítványokhoz: menjünk el ismét Júdeába. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, elébe sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. De tudom, hogy most is bármit kérsz az Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: testvéred föl fog támadni. Erre Márta így szólt: tudom, hogy föltámad a föltámadáskor, az utolsó napon. Jézus folytatta: én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed-e ezt? Márta ezt válaszolta neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: hová temettétek? Azok így szóltak: nyőj, Uram, és lásd. Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak: ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy ez meghalljon? Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére, megegyezte: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus ezt válaszolta neki: mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus az égre emelte a szemét, és így szólt: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: Lázár, jöjj ki! Halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet a fejére csavartak. Jézus megparancsolta: oldjátok föl, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéjén. Kedves testvérek, kedves gyerekek! A mesében sokszor olvassuk, hogy míg máj is élnek, míg meg nem haltak. Kicsit ugye elszomorodtam, mikor ezeket a meséket úgy olvasgattam, hogy hát most szegényekkel, hát most mi lesz? Hát ideig boldogok voltak, és aztán puf, vége, meghalnak. Ez nagyon nem jó vég, én azt hiszem. És mi keresztény emberek hiszük azt, hogy az a jó, az a szép, amit az életben megélünk, annak nem lesz vége. Vagy ha valami rossz is van egy-egy ember életében, a mennyországban a Jóisten vár bennünket. Hisszük, és ez nagyon-nagyon fontos, hisszük, hogy van mennyország. Milyen a mennyország szerintetek? Kell ott fogat mosni, borotválkozni, el kell járni doktorbácsihoz, mert mondjuk náthás vagy, vagy lúttal betétet ki kellett cserélni, kellett tanulni a mennyországban, ezeket mind nem kell. Ugye fodrászhoz sem kell mindig elmenni, ugye aztán nincsen felelés, sőt a felnőtteknek mondhatom azt, hogy nem kell dolgozni sem, képzeljék el. Nem azért, mert munkanélküliség van, biztos, mert igen, munkanélküliség van, aztán nyugdíj sincsen, képzeljék el, nincs nyugdíja mennyországban. Aztán TB sincsen, mondok egy nagyon jó hírt, nincsen NAV például, képzeljék el, tudják mi a NAV, az APEC, ugye ez a szörnyű szó, ugye? A mennyországban egyetlen egy
van, és az nem valami, hanem vala ki ez az, valaki, a jó Isten, a végtelen boldogság. Nem kell fölkelni, jaj, dolgozatot kell írni, hú, elfelejtettem, kire fogok puskázni, megmondja, nem mondja, ugye, a mögöttem, mellettem, előttem ülő, ugye, sőt, otthon sincsen veszekedés, hogy ki tette ezt, miért nem mosogattál el, és az Isten szeretete tölti be az embernek az életét. A mennyországban boldogság van. Mekkora boldogság? Végtelen. Kicsi voltam, és ezt talán már mondtam is, kicsi voltam, akkor volt, hogy leírtam sok számot egymás mellé, írtam, és mondtam, apukámat megkérdeztem, hogy apu, ez már a végtelen? És akkor apukám hozzátett még egy számot, mondta, nem, mert van még egy, ugye? Sőt, oda tette egy furcsa, egy fektetett nyolcast, ugye, az a végtelen jele. A mennyországban végtelen boldogság van. Végtelen. Azt mondja Szent Pál apostol, aki kicsikét bekukucskált a mennybe, megtért, nagy bűnös volt, ugye Krisztus üldöző csúnya bácsi volt, azt mondta, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogja, amit a jó Isten azoknak készít, akik őt szeretik. A mennyországban maga az Isten van. Most visszakanyarod egy kicsit erre az evangéliumi történethez, Lázárhoz, aki meghalt. Beteg volt, eltemették szegény Lázárt, de amikor föltámasztotta Jézus, akkor az örök életre támasztotta föl, a mennyországra támasztotta föl Lázárt, vagy nem? Hát Lázár bizony, hát erre a világra támad föl. És hogyha Lázár mondjuk olyan, mint Popeye a tengerész, ugye, hajóján sosem éri vész, ugye, és tegyük fel, él még 100 évet. Na, legyen 101, mint a kiskutya, ugye. Hát akkor Lázárnak az életek egyszer van, amikor vége lesz. Lehet, hogy nagyon idős lesz már kicsikét, ugye, Lázár 130 évet. 130 éves korában tegyük fel, Lázár megöregszik, meghal. Ugye? Hát meghal, szegény. És hogyha nincs föltámadás, nincs mennyország, akkor Lázár ért 130 évet, elmondhatta azt, hogy hát én egy nagyon boldog ember vagyok, képzeljétek el, Jézus föltámasztott a halálból, 31 éves voltam, Jézus föltámasztott a halálból, de hát képzeljétek el, jött az a rusnya öregkor, egy kicsikét szenés is lettem, egy kicsit a csípő, és egy kicsit már fáj, a protézis még nem cserélték ki, van egy kis szürke hája, mert a szívem is zörög már, ugye? És hát meghalok, elmegyek. Most akkor nincs föltámadás, akkor Lázár nagyon szomorúan hal meg. De mi hiszük és valljuk, hogy van föltámadás. És ki az, aki elsőként eljött a halálból, ebbe az életbe? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, aki már csak 2 hét, és ünnepeljük az ő föltámadását. Hogy föltámad a halálból, és azt mondja, ha hiszel én bennem, akkor velem együtt ott leszel a mennyországban, a végtelen boldogságban. Azt mondja Pál apostol egy másik helyen, akkor földi sátrunk összeomlik, azért beszél Pál apostol sátorról, és nem panellakásról mondjuk, ugye, vagy nem tudom, családi házról, mert abban az időben ott sátrakat építettek, akik így mendegéltek és végezték a munkájukat, egy nagy sátrak voltak. Sőt, hát magyar ősenki sátorban laktak egyébként, ugye. Tehát a földi sátrunk összeomlik, vagy a testünk összeomlik, akkor az Istennél kapunk lakást, örök otthont a mennyben. Örök otthont a mennyben, és együtt leszünk az Úrral. Kik lesznek ott a mennyországban? Mindenki, akit szeretünk, és mindenki, aki bennünket szeret. Mindenki. Megismerjük egymást, hát persze, hogy megismerjük egymást. Végtelen boldogság tölti el a mi szívünket és lelkünket. De ahhoz, hogy eljössünk a mennyországba, kedves gyerekek, kedves esérek, ez az kell, hogy amit előbb itt meg kell csinálni, amit a mennyországban nem kell csinálni. Tehát meg kell írni a házi feladatot, be kell ágyazni, fogat kell mosni, fodrászhoz kell venni olykor,
rendet kell rakni, tanulni kell, kell készülni a dolgozatra, és be kell fizetni a adót is. Na, hát ez már nem éppen egy jó dolog, de azt is meg kell csinálni, ugye? Azt is meg kell csinálni. És az embernek azon kell lenni, hogy minél több jót adjon. Miért? Hát azért, mert szeretnénk megérkezni a mennyországba. Ami úton vagyunk. Emlékszem, mikor kirándulni voltunk kamaszkoromban, akkor egyszer elfelejtettem vinni vizet magammal, és hát nagyon szomjas voltam, nyár volt, meleg volt, Márkatya, Ferences gimnázium, Márkatya vitt egy jó nagy ilyen tartályban vizet. És mondtam, Márkatya, én nem hoztam vizet, tudna egy kis vizet adni? Hát azt mondja, hogy hát tudok persze, de tudod, mint az első korty az olyan legyen, hogy csak egy percig a szádban tartod. Ne nyeld le rögtön. Fú, de nehéz volt azt megtartani. Az egy percig, olyan szomjas voltam. Ugye? És hogyha megálltunk volna ott, voltam, szederbokrok voltak, hú, de finom volt. Megálltunk volna ott, félúton, soha nem jutottunk volna a hegycsúcsra. A kedves testvérek, a hívő ember, aki találkozik Jézus Krisztussal, mi itt a templomban, erőt gyűjtünk, nem állunk meg, hanem fejlődünk bensünkben, hogy egyre jobbak, egyre nemesebbek, egyre becsületesebbek legyünk, és föl tudjunk jutni a hegy csúcsára, a mennyországba, ahova a bennünket, tehát Jóisten meghívott. Azt mondja Jézus, hogy mi, akik zarándoklunk a mennyország felé, olyanok vagyunk, mint a világosság hordozói. Zseblámpa a kezünkben van, ugye? És világítgatunk. Emlékszem, amikor egyszer megint csak kirándulni voltunk, egy barlangban voltunk, és hát a barlang vezető csodálatosan szép helyekre vezetett el bennünket, és mondta, hogy gyerekek, ne ijedjetek meg, egy atyával voltunk, azt mondja, ne ijedjetek meg, le fogjuk most kapcsolni egy picit a lámpát a barlangban. Szerintetek a barlangban sötét van? Borzasztó sötét van. Olyan sötét van, hogy tényleg nem lát semmit. Semmit. És lekapcsolta a lámpát. Tehát ott voltunk, semmit nem láttunk. És akkor valakinek fel lehetett kapcsolni a kis lámpácskáját. Egy icipicit csak. Az icipici fény az elegendő volt ahhoz, hogy tudjuk, itt vagyunk valamennyien. Ez a fény, ugye? Itt vagyunk valamennyien. Krisztus fény gyújt a mi szívünkben, lelkünkben. Aztán mindenki felgyújtotta a zseblámpáját, és világítottunk. Hát ilyen a hitnek a fénye. Hitnek a fénye. Jézus ott él a szívedben, lelkedben. Majd megint lekapcsoltuk a lámpát. Ez a bűnnek a sötétség. A hitetlen emberek, kedves testvérek, akik nem hisznek a föltámadásban, nem hisznek Jézusban, a mennyországban, szegények, tényleg nagyon-nagyon szegények, és nagyon szerencsétlenek. Imádkozunk, őértük, hogy Krisztus a fény ott legyen szívükben, lelkünkben. Aztán fölkapcsoltuk a lámpát, a nagy lámpákat ott a barlangban, megfogtuk egymás kezét, és imádkoztunk egy mi atyánkot, meg egy üdvözlődet, és hálát adtunk azért, hogy Krisztus velünk van, a fény, a világosság, az élet. És mikor kaptuk meg Krisztust, a fényt, a világosságot, az életet? Amikor megkereszteltek bennünket, akkor kaptuk meg a megszentelő kegyelmet, a világosságot. Szüleink, keresztülünk, hozzátartozóink, barátunk, ismerőseink, azok nevelgettek bennünket, hogy az a fény, az ki ne aludjon a mi szívünkből, lelkünkből. Persze, sokan nem mindig örülnek ennek a fénynek. Amikor kicsi gyerek voltam, akkor egy nagy bérházban laktunk, és hát megalakítottuk osztálytársainkkal a missziós csapatot, és a bérházban 1960-as évek vége felé volt ez, vagy közepe tájékán, és hát misszióztunk. És aztán mondták, hogy magyar, nem szabad beszélni Istenről, mert tudod, én olyan helyen dolgozom, hogy én erről nem tudok téged meghallgatni. Voltam én ekkora, a bácsi volt meg ekkora. Képzeltek, amikor komoly veszedelmet jelenthettünk. És hát mondjuk, hogy hát szegény ember, ez a bácsi nagyon-nagyon szegény, mert nem hallgatja meg azt, hogy Jézus
föltámadt a halálból. Húsvétkor mendegéltünk, és hát csöngettünk, és képes tapocskákat vittünk a házban. Hát az ember elgondolkodik, hogy bizony-bizony ezek az emberek milyen szomorúan élhetik az életüket. Kedves esérek, most éppen hallgatom, hogy 100 éves lesz az a házunk, ahol laktunk, éltünk, és hát azóta most már fölnőttem egy kicsikét, és most kérték, hogy hát azért mégiscsak jó lenne ezt a házat megáldani, és imádkozni egy kicsikét, mert 100 éves lesz a ház. Úgyhogy a Jóisten azért csak meghallgatja az imádságot, hogy ne hagyják abba a missziót, az emberek szívében a lámpagyújtogatást, nem lekapcsolást, a lámpagyújtogatást, ugye, hogy fényt vigyenek az emberek szívébe, lelkébe, és hirdessék, hogy Jézus a föltámadás és az élet. A mennyország az mindenki előtt nyitva áll, és mindenkit vár Jézus Krisztus, a mennyországnak az ura. Szent királyunk, Szent István király, az Árpádházi szentjeink, a hősök, a nagyszerű emberek, és a dicsőséges szép magyar történelmünkben annyi gyönyörű példa van, mint Szenti Bíboros Prohászkótókár, éppen most volt az ő halálának az évfordulója a héten. Kaszap István, ugye a fiataloknak a nagyszentje, Bogner Mária Margit, Salkaházi Sára, Battyán Sratman László, Apor Vilmos, és sorolhatnák a sok nagyszerű embert, akik világítanak, és üzenik, hogy ne félj, csak higgy, ne félj, Jézus nyomában járj, a mennyország az vár mindenkit. Sőt, elárulok egy titkot, és ezt nem is én mondom igazából, hanem Jézus mondja. Megkérdezik egyszer Jézustól, Jézus, hol van az Isten országa, mennyek országa? Ott, amott, emit, hátunk mögött, lent, fönt, hol van a mennyek országa? És mit mond erre Jézus? Hol van a mennyek országa? Ott, emit, amott. Azt mondja Jézus, ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, én ott vagyok köztük, és ott van az Isten országa. Ezt vegyük nagyon komolyan. Most azt hiszem, hogy többen vagyunk, ketten vagy három, hála a Jó Istennek, nagyon sokan vagyunk, és ugye Szent Misélén mondtam, hogy a Hanom TV veszi a Szent Misét, és sokan mondták, hogy hű, atya, hát, milyen nagy öröm, hogy tudjuk nézni, és bele tudunk kapcsolódni a tévén keresztül a Szent Misébe, beteg vagyok, öreg vagyok, nem tudtam eljönni valamilyen ok miatt, és nem csak Szászlomba tagyak, nem más városban lévők is. Hú, de nagy ajándék ez. Hát nagyon sokan vagyunk, ketten vagy három összejönnek, ott vagyok köztük. Sőt, kedves esérek, kedves gyerekek, eláruljuk egy nagy titkot, a legnagyobb vendéget nem sokára köszönhetjük. Ez kicsoda? Jézus Krisztus, aki eljön ide hozzánk, bemutatja az ő áldozatát, a golgotai áldozatot, a világ bűneit elvevő áldozatot, elvesz az emberek szívéből, lelkéből, és az ő fényét, az ő föltámadását, ami szívünkbe, lelkünkbe árasztja. Ne legyünk hitetlenek, hanem hívők. Ne félj, csak higgy. Fogadjuk el Jézus Krisztust, mint aki föltámadt, aki él, és valamennyiket meghívott a mennyországba, de álljunk meg félúton. Ne legyünk ilyen sántikáló keresztények, ugye? Hanem Krisztust, ami életünket szívünkbe fogadva, hirdessük, hogy igen, te velem vagy, Uram, te legyőzted a halált, legyőzted a sátánt, legyőzted az összes félelmemet, összes szomorúságomat, a bűneimet. Te vagy az én életem. Téged hirdetlek, aki élsz, és uralkodsz, és egyszer hazavársz bennünket. Amen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár föltámasztásával megmutatta, hogy ő a föltámadás és az élet.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek az áldozatnak az ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültek Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Emeljük föl a szívünket. Felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő, mint valóságos ember, megsiratta barátját Lázárt, mint örök Isten, föltámasztotta őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánva, a húsvét szentségei által új életre támasztott minket. A te fönségedet általa imádják az angyalok, kik szünet nélkül örvendeznek színed előtt. Add kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson te hozzád, midőn velük együtt, újongva, zengjük. Jézus itt van közöttünk, itt van velünk, és a Szentlélek Úristen átlényegíti a pap személye által a kenyeret és a bort. Jézus Krisztus jön el hozzánk, aki a föltámadás, aki az élet. Az evangéliumban hallhattuk, én vagyok a föltámadás és az élet. Hiszed-e ezt? Hisszük és valljuk, hogy Jézus, igen, a föltámadás és az élet, és ő az, aki értünk, kereszthalált szenvedett, őt várjuk tiszta lélekkel. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásra, ami el nem hisz.
ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsenek be a szentélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a Szent Szűz jegyesével, a Szent Apostolokkal, a dicsőséges vértanukkal, Szent István és László királyainkkal, a magyar szentekkel és boldogokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesi lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szentélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, mindent gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat, szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké. Ámen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy ő, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az imént.
Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre, mondja Jézus. Könyörögjünk. Kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy mindig élő tagjai maradjunk Szent Fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, ki él és uralkodik mindörökké. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szentmise véget ért, járjunk békében. Istennek legyen.